10 éve a vezetője vagyok, szintén egy sokat koncertező és a magyar jazz kultúrát nagyon magas színvonalon képviselő együttes, úgy idehaza, külföldön is, és ebben az esetben, hogy hogy kerültünk ebbe a programba, egyrészt ugye beszéltünk erről, hogy sokkali kötődési anyagokról is szeretnék már röviden beszélni. Másodszorban talán nem tudják, de a Big Band zenének nagyon-nagyon hangsúlyos eleme a dob. Tehát túl azon, hogy a jazz maga egy ritmikus zene, a Big Band gyakorlatilag annyira tud jól előre, mennyire jó a dobosok és túlzása. Úgyhogy fiatal művészünk Serei Dániel biztos nagy izgalommal vágom, hogy vele egy ilyen dobos hetet az ő játékával nyissunk meg. Mielőtt még a produkcióról is beszélnék, akkor megpróbálok válaszolni a kérdésre. Hát először is nekem csak személyes vonatkozás nem tudnak lenni ezzel az egészen kapcsolatban, hiszen 19 évig éltem ott. Sokan Széchenyi István gimnáziumban érettségiztem, és a mai napig hiszem azt, hogy ennek a városnak és ennek a gimnáziumnak köszönhetem azt, amit elértem. Bár a zenéből, amit most hasznosítok, azt túlzásán nem azt állítom, hogy a gimnáziumban tanultam, mégis így van. Maga a helyszín, ugye hát én kisgyerekkoromban és többször a családommal kirándultam itt, egy óriási felújításon esett át a Barlang Színház, és ez valóban egy olyan különleges természeti képződmény, ha fogalmazhatok így, ami talán a legoptimálisabb felhasználást kapta egy kulturális központként. Emellett is ki szeretném emelni azt, hogy mind a város, mind a helyszín az utóbbi 10 évben olyan hihetetlen nagy kulturális fejlődésen megy keresztül, amit csak ámulattal nézek. Hát a régi emlékeimre gondolok, nagyon vártam már, hogy ezen akarok jöjjenek sokkal 18 éves koromban, és akkor az egyetemben működött egy klub, ahol néhány havonta lehetett látni egy-egy kiemelkedő magyar előadót. Őket úgy vártam, hogy akkor mint a Messiást, és ha akkor azt mondta volna valaki, hogy Dennis Chambers vagy az Incognito sokkalban egyszer fel fog lépni, akkor azt mondta volna, hogy soha. De hát Horváth Kornél rácáfolt erre, mert azt is ki szeretném emelni, hogy szerintem neki nagyon erőteljesen benne van a keze abban, hogy ez az egész dolog ilyen színvonalon megvalósult, és ennyire nyugos műsor sikerült összeállni. Valóban játszottunk ezen a helyszínen 2-3 évvel ezelőtt, a Queen zenekar daleiból csináltunk egy koncertprogramot, kiemelkedő magyar énekes szólistákkal, és ezt tényleg el akartam mondani, nem csak visszaélek a helyzetem, de nyilván én ott járkáltam a teremben, mert rengeteg emlékem volt rá, ami középiskolában ki is vezényeltek egyszer bennünket a sített kihordányban lent a kőfejtőből, és hát megvallom mindenkinek, hogy így magunk között vagyunk, hogy az osztálytársammal mi elszöktünk, mert hát hideg is volt, meg nehéz volt a kő, és akkor ott a Erdőn keresztül visszagyalogoltunk Fektő Rákoson Sopronba. De hát ez is egy szép emlék, ha nem is szépen. És hát egészen más volt kimenni a színpadra és leülni, mert hát ott a helyiségek szegletében helyezkedik el ilyenkor az ember, és mielőtt az első hang megszólal, minden zenész próbál elmenni egy ilyen kicsit meditatív szinkrában, elindítja ezt az egész estét, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem számít, hogy hol vagyunk. És azt gondolom, hogy egy ilyen helyszín, aminek mind a természeti adottságai, mind ez a fantasztikus ötlet maga, ez az izgalom, bejárja a terve, ha ott van és rendelkezésre áll, akkor az ember képes olyan módon elmélyülni és olyan fajta hangulatokat is megjeleníteni, amit esetleg egy ilyen teremben csak nagyon erős koncentrációval vagy akkor sem képes. Tehát igenis hat a művészre a helyszín, és óriási élmény volt megszólalni egy Big Band-del abban a térben. Kicsit féltem attól, hogy az akusztikával gond lesz, de egyáltalán nem volt kiváló volt a hangosítás, és nagyon jól éreztünk, hogy nagyon várjuk, hogy visszatérhessük. Amit a produkcióról még el szeretnénk mondani, a Fitzgerald 100 éves születési évfordulójára, születésnapjára készítettük ezt a programot. Azt
13 évvel ezelőtt Dárai Erikával, és volt ebben egy országos turné is, egy budapesti fesztivál kérése, kibővítettem a produkciót még, Balek Andrával és Tóth Verával, és most valóban egy nagyon színes és nagyon erőteljes programja ez a Budapest Jazz Orchestrának, ami a jazz királynője Ella Fitzgerald előtt tisztelek. Azt gondolom, hogy aki szereti az élő zenét, az nem fog csalódni, hogyha meghallgat bennünket, és még egyszer azt kell, hogy mondjam őszintén, hogy nagyon nagy